kiosztották 2016-ban ugye az Oscar-díjakat, de Pusztai Olivért és Rigó Ágit baromira nem érdekli, hogy ki kapott mit. csak a ruhák érdekelnek benneteket. Na hát akkor kezdjük is el, mi de volt köszi, most így? Köszi, hogy az elején lebuktattál bennünket ezzel. Hát most tök mindegy, hogy az elején vagy a végén. Na. Mi volt egyébként most így a menő az Oscar-gálán? Te tudsz többet beszélni, úgyhogy szerintem kezdte el. Alapvetően a női divat nagyon izgalmasan alakult, ezt ugye tudni kell, hogy már január elejétől kezdődik ez a vörös szőnyeg szezon, és az összes színésznő arra gyúr, hogy az Oscarra hozza magát tökéletes formába, ott legyen a legeslegcsodálatosabb ruha rajta. Igazából már másfél-két hónappal előtte elkezdenek konzultálni stylisttel, illetve a divatházak képviselőivel, hogy eldőljön, hogy ki mit visel. Ilyenkor nagyon sokszor van az, hogy egyedi ruhákat készítenek a színésznőknek, vagy az is, hogy mondjuk egy kifutón látott darabot megváltoztatnak, variálnak a hosszán, a színén, vagy esetleg a szabásvonalán is azért, hogy megjelenhessen az Oscar vörös szőnyegén. Lady Gaga normálisan fel tudott töltözni, ezt olvastam, igaz? Nekem ez a nap híre. Tényleg, én nem nagyon tudtam értékelni, bevallom őszintén, amikor tetőtől talpig nyers húsba bugyolálva jelent meg, meg ezeket az elmebeteg dolgokat csinálta. Tavaly már láttuk tőle, hogy ugye elkezdte ezt a finomabb vonalat, ott tavaly egy gyönyörű fehér ruha volt rajta, mondjuk egy ilyen piros, hát szerintem mosogatókesztyűre hajazott kiegészítőt azt bevállalt. Idén viszont fantasztikusan nézett ki, tehát konkrétan ezt a ruhát én is bármikor felvenném egy ilyen alkalomra, nagyon-nagyon tetszik. Oliver, szerinted is így van ez? Igen, abszolút érezhető, én mindig azon gondolkozom, hogy itt valami nagy imidzsváltás lesz Gagánál. Tehát egyre jobban adja le a jól ismert Lady Gaga imidzst, és kezd most egy nagyon-nagyon ilyen 50-es évek hollywoodi sztárjának tűnni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Sir Gaga. Sir Gaga. Ja. Egyébként simán kinézem belőle. Ki tudja, lehet aztán ő ilyen nagy úri hölgy lesz majd. Na de egyébként ne csak Lady Gagáról beszéljünk, hanem ugye a többi hölgyeményről, férfi úriemberről is. Hát most egyébként itt mögöttünk az ő helyet láthatjuk. Nekem elég furcsa az arc szerkezete, de ezen így mindig meglepődök. De tényleg most ez egy nadrág, és arra van egy ilyen szoknya, vagy mi ez? Hát igen, tulajdonképpen ez egy nadrág, amin valószínűleg rajta van ez a fűzőszerű felső rész, aminek van egy ilyen hosszított hátulja. Na, nézzük tovább a résztvevőket, hogy milyen ruhák voltak. Volt itt kék is, színekben egyébként mi dominált? Színekben abszolút, amit már érzünk, jön a tavasz, jönnek a színek, nagyon telt színeket láttunk, főleg, hogy a Charlize Theron pirosban jelent meg, voltak kék ruhák, narancs, zöldes, volt minden, tényleg. Most Leonardo DiCaprio-t láthatjuk itt mögöttünk, a párjával, vagy ki ez? Na, mindegy, fekete ruhában van. Párjával, igen. Illetve volt párjával, igen. Egyébként DiCaprio nyilván mindenki sejtette, hogy most már muszáj megkapja az Oscar, tehát különösebben nem mert bevállalni bármilyen black tie outfitet. Ő egy teljesen klasszikus ruhát választott. De ő a Golden Globe-on is hasonlóban volt. Mondjuk a cipője nem ugyanilyen volt, akkor ilyen csapattelejű volt, most viszont hegyes cipő van. Így van. Hát ezt a cipőt én is szeretném ám. Ez egy Louboutin cipő, ez gyönyörű ez a cipő. Én nekem nagyon-nagyon tetszik. Megmondom őszintén, hogy kinézetre nekem is hasonló cipőm van, de hát gondolom nem annyiba kerül és nem ugyanolyan. Pár nulla különbség van. És valószínűleg abban a kedves párizsi szalomban nincs egy sámfád, amire rá van írva a neved, ami alapján készítik a cipőidet. Még. Szerintem okay. Együtt fogunk menni majd, hogyha nekem is eljön a pillanat, akkor megyünk együtt. Hát jó, oké, okay, legyen úgy. Na, a férfiak egyébként mi volt ez a szokásos smoking, csokornyakkendővel? Én hajnalban felkeltem, megnéztem, hogy milyenek voltak az outfitek, és imádtam. Végre színeket láttunk, végre, erről már beszélgettünk, amikor itt voltunk legutóbb a Golden Globe-on, hogy végre elkezdtek a férfiak használni színeket. Nagyon jellemző volt a tükörbársony ismét, és megjelentek például az acélkék, egy gyönyörű szép kobaltkék háromrészes öltönyt láttunk a vörös szőnyegen. Voltak színek, most nem jut eszembe a színésznek a neve, annyira menő zakót viselt, a bronz, arany, ezüst színeiben pompázott, ezek ugye levélmintás volt, ugye erről is beszéltünk, hogy a minta, illetve a levélminta az mennyire divat lesz, úgyhogy minden, ami a fő divatirány, az visszaköszönt a vörös szőnyegen. Csokornyakkendő vagy simanyakkendő? Ide mindenképpen csokornyakkendő. Kivéve Jared Leto-t. Így, aki a szerintem ő vitte a
pálmát. Ez nem az a díj. Ez az egy Gucci black tie volt, és ő például a csokornyakendő helyett egy virágot tűzött fel. Pontosan ugyanolyan színűt, mint amilyen volt a black tie-nak, a karimájának a színe. Gyönyörű volt. Na hát, van még valami, amiről szeretnétek beszélni? Szerintem beszéljünk egy kicsit a sminkekről és a frizurákról. Amúgy tényleg? Mert ugye azt már megbeszéltük, hogy nagyon nagy ruhák, különleges ruhák jelentek meg, és ezzel szemben a sminkek és a hajak azok meglehetősen visszafogottak voltak. Azt mondtad az egyik hölgyeményre, hogy iskolás lány hajú. Tehát semmi extra nem volt, hátra volt fogva, ennyi, igen. De egyébként nagyon sok mindenki, épp hogy csak, tehát hogy mintha megfésülködött volna. Nyilván sok fodrász és stylist dolgozott ezen órákon át, hogy ez így nézzen ki. Viszont talán pont azért is, mert a ruhák nagyok és nagyon alkalmiak, ezért, hogy elkerüljék ezt a nagyon Disney hercegnős hatást, ezért visszafogottabb hajban is még jelentek meg. De ez ilyenkor természetesen mondható azért, nem? Hát igen, de nekem azért mindig jó látni azt, hogy ezek a szénnél lakkozott és sütögetett szalagavatós hajak, ezek visszaszorulóban vannak, és sokkal inkább megyünk a természetességre. Viszont azt vettem észre, hogy a férfiak közül szinte senki sem festette be a haját. De, Pharrell Williams. Fekete aki megjelent, ide. Nem, aki csibesárga hajjal érkezett meg. Szerintem ő volt a lázadó. Pont arról beszéltünk az Ágival, hogy tehát ő lehetett az, aki durcás kisfiúként ott ült az ágya szélén, és azt mondja, hogy én ma nem megyek, nézd meg. Tehát a feltűrt... ő bevállalta, ő elhozta, kézen fogta a félfejjel nagyobb barátnőjét, mondjuk nála nem nehezebb, magasabb lányt találni, de ő bevállalta. Csibesárga haj, feltűrt nadrág és... Komolyan, mintha most mászott volna ki a pat. Az a cipő igen, is, de ő egyébként is ilyen, ő ugye múlt évben is az Oscaron megjelent egy rövid nadrágban. Aha. Tehát ő bevállalja, és ő úgy látszik, hogy neki ez az image-e. Hogy Los Angelesben meleg van azért. Így van. Ez érthető. Hát, biztos egy romantikusat sétáltak a tengerparton, csak úgy hagyta a nadrágját. Várja meg, fölhúzta a szoknyát. Igen, látszik is egy picit, mintha elszakadt volna a vállánál, talán a frizbizés közben történt az az egész, nem? Na hát, lehet, hogy ezt egyébként már jövőre majd ezért csak így sima strandpapucsban jönnek, meg ilyen jó Hawaii mintás ingben, meg ilyen. Egyébként simán visszatérhet ez a dolog, azért gondoljunk bele, hogy mondjuk 10-15 évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt ennyire komoly dolog a vörös szőnyeg, és tényleg, hogyha megnézzünk régi képeket akár Jennifer Anistonról, vagy bárkiről, hát a síró görcs kerülget, hogyha nem a nevető, mert elképesztően kellemetlen ruhákban jelentek meg, akkor még egyáltalán nem volt ekkora biznisz a vörös szőnyeg. Hát igen, most az elvált. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és akkor majd találkozunk. Köszönjük a meghívást. Oké.